A 15. feladatban meg kell határoznunk a p-paraméter értékét, illetve lehetséges értékeit úgy, hogy ez a függvény növekvő legyen. Hát először is azt kell tudnunk, hogy mikor lesz egy függvény növekvő. Egy függvény akkor növekvő, hogyha az iránytényezője, vagyis az a k, vagyis jobban mondva mindaz, ami szorozza az x-et, az egy pozitív szám. Ha a k, vagyis ez az iránytényező negatív szám, akkor ez a függvény egy csökkenő függvény lesz majd. Tehát nekünk az egész függvényből csak azt a részt kell figyelni, ami szorozza az x-et, vagyis ez a 3-4p-t. Nem is kell zárójelet tenni már, hiszen csak ezt fogjuk kivizsgálni. És ugye még egyszer, ha azt akarjuk, hogy növekvő legyen a függvény, akkor ennek egy pozitív értéket kell, hogy fölvegyem. Tehát nagyobbnak kell, hogy legyen, mint nulla. Ez egy nagyon egyszerű kis egyenlőtlenség, úgy fogjuk megoldani. A 3-at hát viszem a másik oldalra, ugye lesz mínusz 3. Hogy megszabaduljak a mínuszoktól, ez egészet beszorzom mínusz 1-jel. Mínusz 4-ből lesz plusz 4, vigyázat, a nagyobbból lesz kisebb, ugye változik a jel, a mínusz 3-ból lesz plusz 3. Ha itt szoroztam 4-jel, a másik oldalon osztanunk kell 4-jel, tehát megkaptuk, hogy a p paraméter milyen értékeket vehet föl, egészen mínusz végtelentől a 3 negyedig. Vigyázat, 3 negyedet már nem, tehát azért teszünk sima zárójelet, tehát a 3 negyedtől balra lévő számok azok mind beletartoznak a megoldás halmazba. A 16. feladatban egy téglatestnek a felszínét és a térfogatát kell, hogy kiszámoljuk. Méreteket nem tudunk, viszont annyit tudunk, hogy ez a téglatest 4 egybevágó 2 cm oldalú kockából áll. Tehát láthatjuk, hogy alulról is van 2, illetve fölülről is van 2-2 kocka, tehát van összesen 4 kocka. Így kaptuk meg ezt a téglatestet. Hát a téglatestnek 3 különböző oldalát kell, hogy ismerjük. A oldal, B oldal, C oldal. Hát, hogyha számolunk, ugye ennek a kis kockának az oldala 2 cm, akkor ennek a téglatesnek az A oldala 2 plusz 2 az 4 cm lesz. A B oldala ugyanaz, mint a kockának a szélessége, vagyis csak 2 cm. A C oldal úgy szintén két kockának a magassága, 2 plusz 2, 4 cm. Ha kiszámoltuk az oldalakat, tehát A, B, C-t, akkor már könnyű szerrel tudjuk felszínt és a térfogatot számolni, hiszen adott a képlet, a felszínre 2-szer AB plusz 2-szer AC plusz 2-szer BC, tehát kombinálom az oldalakat, a 2-szer AB 2-szer 4-szer 2, ugye 4-szer 4 az 16, a 2-szer AC 2-szer 4-szer 4, 4-szer 4 az 16-szor 2, 32, a 2-szer BC pedig 2-szer 2-szer 4, 2-szer 4 az 8-szor 2, 16. 16 meg 16 az 32, meg még egy 32 az 64. Tehát ennek a téglatesnek a felszíne 64 négyzetcentiméter. Hasonlóan könnyű szerre ki tudjuk számítani a térfogatát is. A képletünk A szor B szer C, vagyis 4 szer 2 szor 4, ugye a kapott, vagy illetve a kiszámolt dolgokat használom. 4 szer 2 az 8, 8 szor 4 az 32 köbcentiméter. Így kaptuk meg, tehát a kérdéses felszínt, illetve térfogatot.